Unokáim vannak, de ott a szülők döntenek, de ha nekem lenne, akkor feltétlenül. Sziasztok! December 8-án nyílik meg a gyerekek számára a regisztráció lehetősége az oltásra. Kíváncsiak voltunk, hogy a szegediek hogyan vélekednek ebben a megosztó témában. Nézzétek meg, tartsatok velünk! Nagyon sokat filóztam, mert én vagyok a Zoékának az apukája, de én nem tudom. Még ezt át kell gondolni. Nagyon korai ez még szerintem. Úgy érzi, vagy úgy érzed, hogy veszélyt rejt magában? Kiforratlan még ez az egész történet szerintem. Először várunk még egy kicsit azt, hogyha minden megfelelő rendben megy, akkor talán. Te több tapasztalatra várnátok? Persze. Én be vagyok oltva kettővel egyelőre, harmadikon is gondolkozok, de azért a gyerek az gyerek. Ha volna, igen. Igen, én nagyon oltáspárti vagyok. Nagyon. Értem. Mert ez egyetlen, ami megvéd. Semmi más. Meg hát ez a maszk, meg minden egyéb, de az oltás elsődlegesen. Szerintem is az oltással lehet a járványt megállítani. Én így gondolom. És akkor nem tartják veszélyesnek, hogy mondjuk egészen picike, akár 5 éves kortól beadják? Ebben nem vagyok olyan biztos. Igen, biztosak nem vagyunk benne igazán, mert ugye annyira még nincs kipróbálva ez a vakcina. Igazán, úgyhogy a férfi, vagyis a felnőtteknél már úgy lehet mondani, hogy bevált, de hát a gyerekeknél még azért ez kétséges. De annak ellenére ez az egy mód van talán, hogy megúszszák ezt a dolgot. Még szerencsére nagyon soká van, hogy csak 3 éves lesz, úgyhogy nem tudjuk. Ez egy nagyon jó kérdés. Egyelőre úgy vélekedünk, hogy nem. Miért, hogyha mondaná fel? Hát mert nem vagyunk benne biztosak, hogy ez annyira... Kikísérletezték már, hogy biztos csak legyen. Csak egy felügyű szervezet. Igen. Igazából, hát miatt kicsit tartunk tőle.